Dicsértessék Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves testvéreket. Nagyon vártam már, hogy elérkezzünk ez a második előadáshoz. Ugye az evangelizációról szóló kis képzésünknek az első előadásában arról beszéltem önöknek, hogy az evangélium üzenete az először engem kell megtaláljon. Ugye az evangelizáció az mindig velem kezdődik. Hogy nekem kell először Krisztust megtalálnom, befogadnom, az, hogy másokat el tudjak vezetni hozzá. Arra gondoltam, hogy a mai napon innen folytatnám tovább, mesélnék önöknek egy kicsikét az evangelizációról. Arra gondoltam, hasznos lehet néhány kérdést megválaszolni, néhány fogalmat tisztázni. Azt gondolom, hogy biztos önök is elgondolkoztak azon, hogy miért pont az evangelizációról szól ez a képzés. Annyi minden fontos van ma, annyi minden aktuális téma van, beszélhetnénk bármi másról. Miért önöknek mondom? Miért nem mondom a papbácsiknak, miért nem mondom a hitoktatóknak? És egyáltalán katolikus dolog ez, mennyire katolikus, alig hallani erről, eszik-e vagy isszák? Arra gondoltam, megpróbálok válaszolni néhány kérdésre. Az első kérdés az lenne, hogy miért az evangelizációról beszélünk ebben a képzésben? Nincs más, aktuálisabb, fontosabb? Nincs. Az evangelizáció a legfontosabb, kedves testvérek. Gyakorlatilag az egyház azért létezik, azért született meg, az a legfontosabb cél, hogy az örömhírt elvigye az embereknek. Azt láthatjuk, hogy most errefele vannak fontos dolgok, sok minden mással foglalkozunk, kevés szó esik erről, de ez ezen nem változtat. Volt már ilyen a történelemben, ez ezen nem változtat. A legeslegfontosabb dolog, ezért létezik az egyház. Egyébként így zárójelben elmondanám, hogy az évszázadok során mi ezt nagyon sokféle módon csináltuk, nagyon sokféle módon gondoltuk, hogy hogyan kell ezt csinálni, mi az, ami jó, kinek kéne csinálni, mi az, ami elfogadható, milyen módszer. De abban egyetértés van, hogy a legáldottabb módja ennek, a leghatékonyabb módja, a legszebb módja ennek az, ahogy az első egyház csinált, az apostoli korban és közvetlenül azután, ahogy az a közösség élte, ahogy az a közösség csinálta. És itt egy hármas egységről beszélnek, ezt emelik ki. Egyfelől az apostolok, szent életű emberek, nagy erővel hirdették az evangéliumot, és Isten pedig jelekkel és csodákkal megerősítette az ő igehirdetésüket. Ez az első. A második, az egyszerű hívek, akiket nem kellett buzdítani, lökni, tolni, egyszerűen maguktól hirdették az evangéliumot a saját környezetükben. Rokonságban, szomszédságban, munkahelyen, piacon, bárhol. Tehát ez akkora örömnek élték meg ezt a dolgot, hogy egyszerűen nem tudták magukban tartani. És a harmadik dolog, ami mindezt aláírta, ez a közösségnek a szép élete volt. Tehát ahogy ezek az emberek szerették egymást, amilyen elkötelezettek voltak ezek az emberek, amilyen szépen élték az életüket, az egyszerűen világított. És ez hihetetlenül hatékonnyá tette ennek a közösségnek az evangelizációját. Gyakorlatilag most az egyház ehhez akar visszatérni. Azt kell mondanunk még, hogy a 20. század, különösen a 20. század második fele egy szemléletváltást hoz ebben a kérdésben. Súlypont áthelyezések és teljesen új irányok, szempontok jelennek meg. Eleve ezt a szót, hogy evangelizáció, ezt mi nem is igazán használtuk, ezt a neoprotestáns gyülekezetek használták inkább. Először 6. Pál pápa idejében jelenik meg, az 1975-ös püspöki zsinat már használja ezt a kifejezést. Szent II. János Pál pápának a Redemptoris Missio című enciklikája az már nem csak hogy használja, hanem magyarázza is, hogy mit értünk alatta. De II. János Pál pápa, ő gyakorlatilag már sokkal tovább megy ennek a kifejezésnek a használatában.
egy ponton elkezd új evangelizációról beszélni. Na most a hallják a kedves hívek, lehet hallották már, hogy új evangelizáció, nem biztos, hogy tudják, hogy mi ez. Én is találkoztam ilyen emberekkel, kérdeztem, hogy tudod, mi ez? Hát persze, volt régi evangelizáció, valamikor régen, és most van új evangelizáció. Nem erről van szó. Nagyon szeretem második János Pált, Szent második János Pált. Ő egy ponton, pont ebben az említett enciklikában, a Redemptoris Missióban, a negyedik fejezetben a 33. pontnál, ő elkezd arról beszélni, hogy az egyház egy olyan helyzettel találkozik, ami még eddig nem volt. Nem csak arról van már szó, hogy el kell vinni az evangéliumot olyan népekhez, ahol még senki nem járt, akik még nem hallottak az evangéliumból. Hanem, így fogalmaz, vannak olyan mély keresztény gyökerekkel rendelkező országok, amelyek rengeteget adtak a kereszténységnek, ahonnan valamikor missziók indultak el szerte a világba, ahol, így mondom, szenteket adott ennek a világnak. Ezekben az országokban egy olyan jelenséget észlelünk, hogy a megkeresztelteknek egy egész nagy, széles tömege elveszíti a hitnek az érzékét. Gyakorlatilag nem rendelkeznek, lehet, hogy még valamilyen fajta katolikus identitással rendelkeznek, de már csak az egyház körül gravitálnak valahol. Csak esetleg ünnepekkor találkozol velük. Vagy talán nem is vallják már keresztényeknek. Na és ebben az említett 33. pontban azt mondja a Szentéletű Pápa, hogy ebben a helyzetben szükség van egy újra evangelizás, egy új evangelizációra van szükség. Ezek a területek, ezek ismét missziós területekkel legyenek, ezeket az embereket valahogy el kell vezetni Krisztushoz megint. Itt jelenik meg ez a szó, új evangelizáció. Nagyon tetszik nekem az, hogy hogyan gondolkodik az egyház az evangelizációról. Nagyon tetszik az, hogy hogyan próbál mindenkit bevonni ebbe. Mert ebben igazából mindenkinek feladata van. Itt egy egész csokorral lehetne összegyűjteni azokból a mindenféle egyházi dokumentumokból kezdve attól, hogy milyen küldetést kapunk a keresztségünk és a bérmálásunk által, az enciklikákon és mindenféle egyházi dokumentumokon keresztül egészen az egyházi törvénykönyv világi Krisztushívők jogai és kötelességei című fejezet első, második, van néhány paragrafus, azok is erről szólnak. Ami mind arról beszél, hogy ebből valahol valamilyen szinten mindenkinek ki kéne venni a részét, hogy a hitet továbbadni. Mivel nekem nagyon tetszik II. János Pál pápának a Ecclesia in Europa című enciklikája, apostoli buzdítása, én ebből vettem egy részt. Nagyon sok szeretetet érzek benne. Tessék megfigyelni, mit mond a Szentatya. 33., 41. és 48. pontból olvasok önöknek egy részt. Azt mondja, a remény evangéliumnának a szolgálata az evangelizáló szeretet által mindenkinek a feladata és felelőssége. Az egyház életében nélkülözhetetlen a laikus hívők hozzájárulása, ami a remény evangéliumának hirdetésében és szolgálatában nem pótolható. Mindenki hivatása, hogy minden körülmények között hirdesse Jézust és a belévetett hitet, hogy vonzon másokat a hitre, az evangéliumot tükröző személyes, családi, hivatásbeli és társadalmi életmódjával. Hogy sugározza maga körül az örömet, a szeretetet, a reményt. Szóval ebben a munkában, ebben az újra evangelizációban, abban, hogy segíteni próbálunk másoknak, hogy megtalálják Krisztust, vagy újra megtalálják Krisztust, vagy ne csak egy külsőség legyen számukra, hanem tényleg mélységet találjanak a hitükben, ebben mindenkinek feladata van. Egyértelmű, hogy nekem, aki egy egyszerű világi hívő vagyok, másképp kötelességem ez, mint mondjuk egy misszionáriusnak. Egy egyszerű háziasszonynak másképp kötelessége ez, mint mondjuk egy püspök atyának. De nagyon tetszik az, hogy az egyház szeretettel
és nagyon konkrétan megfogalmaz azt, hogy hogyan kéne csináljad, hogy mindenkinek mennyire feladata volna ez. Amit nagyon fontosnak tartok még elmondani ezzel kapcsolatban, az evangelizációval kapcsolatban, az az, hogy az evangelizáció egy folyamat. Ez az Ad Gentesben, másik dokumentum, 13. 14. fejezetben nagyon szépen kifejti az egyház. Egy folyamat, ami azzal kezdődik, hogy valamikor valaki elkezdi hirdetni az evangéliumot ennek az embernek. És innen, hogy az első meghirdetéstől, hogyan jutunk el odáig, hogy az ember maga is az evangéliumot fogja hirdetni, hogy majd ő is megszerzett hitet, ezt majd továbbadja. Ez egy egész folyamat. Meghirdetik neki az evangéliumot, ő radikálisan el kell fogadja, akkor elindul egy megtérési folyamat, elindul egy képzési folyamat, ugye ezt az embert be kell vezetni a szentségekbe, be kell vezetni a közösségbe, annak élő és építő tagja lesz, képzést kap majd, hogy hogyan kell a hitet továbbadni. Ez egy egész folyamat, az evangelizáció. De ebben a folyamatban nem csak az evangelizált vesz részt, hanem én magam is, aki megpróbálom átadni a hitet ennek a testvérnek. És ez tőlem is, tőle egyfajta nyitottságot követel, és kitartást, de tőlem is elsősorban szeretetet, szeretnem kell ezt az embert. Helyes motivációval kell evangelizálnom ezt az embert. Szeretetből, nem más motivációval. Türelem kell hozzá. Ez nem mindig megy egyik napról a másikra. Ugye azt mondtam, azzal kezdődik az evangelizáció, hogy valaki elkezdi hirdetni az evangéliumot ennek az embernek. A legtöbbször nem ezzel kezdődik. Hanem azzal kezdődik, hogy én szeretnék segíteni annak az embernek. Én találtam egy kincset, én át akarom neki adni, de először megpróbálok közeledni hozzá. És először megpróbálok kapcsolatot építeni ezzel az emberrel. Legtöbb esetben kapcsolatépítéssel. A kapcsolat felmelegítésével kezdődik az egész, ahhoz, hogy egyáltalán megszólíthassam, hogy elfogadja tőlem azt, amit mondani fogok. Türelem. Kitartás kell ebben a munkában. És sok esetben kreativitás. Kell bátorság is. Kreativitás. Miért kell kreativitás? Miért kell türelem? Azért, mert az evangelizáció sok esetben egy hosszú folyamat. Hosszú és nehéz folyamat. Azért, mert az emberek kételkedőek, azért, mert az emberek olyanok, hogy hajlamosak vagyunk addig, ameddig én meg tudom oldani a problémát, amíg van másik alternatívám, addig az Isten felé nem vagyok nyitott. Figyeljék meg, hogy a legtöbb tanúságtétel arról szól, hogy mikor az élete lenullázódott valakinek, betegágyra került, vagy valami más tragédia történt, akkor lett nyitottál az Isten felé, és akkor tudott az Isten segíteni rajta. Na most az a célunk, hogy ezek az emberek ne jussanak el idáig, elég tragédia lenne, hogyha idáig eljutnának, az a célunk, hogy az élete ne törjön össze, hogy még előtte jó döntést hozzon. Szóval mi szeretnénk, ha elfogadná az evangéliumot. Ez nem mindig megy egyszerűen. Én találtam valamit, én nekem van egy orvosságom, ami ennek az embernek az életét is megmentheti, és szeretném ezt az orvosságot átadni ennek az embernek. De ő neki nem kell ez az orvosság. Aztán én megpróbálom újból átadni ezt az orvosságot ennek az embernek. Kérlek, szeretett, ez az életedet meg tudja változtatni. Ebben ez az orvosság, az orvosság a szívedre, a legbelsőbb kérdéseidre válaszokat találsz. Ez az örök életre vezető út. Kérlek, fogadd el. De nem fogja elfogadni. Az esetek többsége nem fogadja. És akkor mit csinálok én? Feladom? Vállon veregettem magamat, és azt mondom, hát jó, én megtettem, amit kellett. Kell egyfajta kitartás a szeretetben. És azt csinálom, hogy csomagolom. Tessék. Nem kell, ez nem baj, semmi probléma. Ez, nézzük, milyen szép. Akkor adom így. Ebben is egyébként ugyanaz van, csak becsomagoltam, és cukormázban van az egész, hogy édesebb legyen, de igazából ugyanaz van ebben is. Így sem jó, semmi gond. Te figyelj! Én feloldom neked. Nekem teljesen mindegy, csak hogy valahogy fogadd el, hogy Isten tudja megmenteni az életedet. És itt elérkeztünk egy nagyon érdekes ponthoz. Miért csomagolom mindig ugyanazt az orvosságot?
miért mindig ugyanazt az üzenetet próbálnám átadni? Nagyon egyszerű. Azért, mert nincs más evangélium. Nincs más Krisztus. Nincs más örök élet. Nincs más, ki megbocsájtsa a bűnöket. Csak egy evangélium van. Arról beszéltünk, hogy hogyan csomagolom. De igazából nincs más evangélium. Ezt az egyet tudjuk adni. Azt látom, hogy azért is hosszú folyamat ez sok esetben, mert az emberek kételkedőek. Annyian hazudnak, annyian próbálnak eladni dolgokat ebben a világban nekünk, hogy az emberek már kételkedőek, és mindig azt nézik, hogy mi van a dolgok mögött. És az emberek tesztelnek bennünket. Miért mondja ezt? Ez, amit mond, ez tényleg valós? Ez igaz? Ez éli is? Tényleg ennyit jelent neki? Tényleg, ha baj van, akkor is kitart? Lássuk már. Szóval sok esetben nem is tudatos ez a dolog. Az emberek tesztelnek bennünket. Én nyaranta táborokat szoktam csinálni fiataloknak, és úgy próbáljuk őket evangelizálni. Ilyen kalandtáborokat, túlélős kalandtáborokat, ezek nagyon vonzák azokat a fiatalokat, akik amúgy nem jönnének el mondjuk egy katolikus programra. És ide rengeteg olyan fiatal jön el, akik egyáltalán abszolút nincsenek képben semmivel. És vannak közöttük terroristák. Hát nem, rossz gyerekek, vagy olyan gyerekek, akik tényleg tesztelik. Tesztelik a szeretetedet, tesztelik a türelmedet, tesztelik a hitedet, a megbocsátásra, tesztelnek mindent. És olyan dolgok történnek sokszor, hogy ilyeneket éltünk meg, hogy ugye a nagy bográsból merjük az ebédet, a forró gulyáslevest a gyermeknek, ő elmegy vele, ilyen 16-17 éves fiatalról beszélünk, tesz egy kört az asztal körül, bele sem kóstol, semmi nem, tehát nem az étellel van baja, hanem eszébe jutott valami. Visszajön ide melléd, ugye? És a kopasz lábadra így egyszerűen ráborítja a forró gulyáslevest. Csak azért, hogy lássa, hogy te hogyan reagálsz. Nagyon hálás voltam a Jóistennek, hogy adott elegendő békességet, szeretetet abban a pillanatban, és önkontrollt. Mert a nagy fakanál az a kezem, a merőkanál a kezemben volt, és úgy az embernek az első... Na hát, semmit nem mondtam, tényleg semmit nem mondtam. Utána elbeszélgettünk erről a dologról, és kérdeztem, hogy te, mi volt ez? És ő azt mondta, hogy hát elbotlott. Elbotlottál? Nem, mibe botlottál? Nem volt ott semmi, elbotolhatott volna. Tehát egyszerűen nézik, figyelik az emberek, hogy igaz az, amit te mondasz. Te beszélsz a szeretetről, meg a megbocsájtásról, de lássuk, ti milyen vagy. Hogy amikor rájöntöm a lábadra, amikor ezt meg vagy azt teszem, akkor mit csinálsz? Akkor te is elkezdesz cirkuszolni, akkor te is elkezdesz csapkodni, te is elkezdesz olyanokat mondani, mint az, akit ő ismer. Szóval tesztelnek. Tesztelnek. És őszintén elmondom önöknek, hogy nagyon sokszor az ember ebben a folyamatban eljut a saját korlátaig. Volt olyan tábor, ahol annyi ilyen fiatal jött össze, hogy gyakorlatilag fölőröltek engem. Az embernek megvannak a technikái, tudjuk már ennyi tábor után, hogy lehet a problémákat megoldani. Mindig vannak problémás emberek. 1, 2, 3, 5 nem probléma. A 35-ből ez nem probléma. De ha annyi jön, mint abban a táborban volt, hogy jön egy ilyen 15 ilyen fiatal, azok gyakorlatilag egy ellentábort formálnak, és ezt az ellentábort ezt nagyon nehéz szétszedni. Egy párhuzamos tábor. Ezeket nem tudod megérinteni. És volt egy ilyen táborom, ezt még élek, nem felejtem el, egy ponton elkezdtem visszaszámolni. Még 17 óra, és ezek hazamennek. Még 16 óra, és ezek hazamennek. Tehát éreztem, hogy itt ez teljesen fölőről engem. És akkor tanultam meg, hogy mikor megy pontosan a vonat Révről Nagyvárad fele haza. Ez 10 óra 35 perckor van vasárnap reggel. Én úgy vártam a 10 óra 35 percet, hogy ennyi év után sem tudom elfelejteni. Ott álltam a peronon, és felraktam a gyerekeket. Én nem tudom elmondani, hogy vártam. És miközben ők mentek el, hát persze integettünk, mert voltak jó gyerekek is közöttük, és én így integettem, és közben azt mondogattam saját magamban,
Soha az életbe, soha, menjetek szépen haza, az életbe soha én többet tábort nem csinálok. Hogy nincs az az ember, aki, nincs az a pénz, hogy én még egyszer magamat ilyesminek kitegyem. Nincs az az ember, akiért én ezt még egyszer megcsináljam. Hát ember nincs, az ember nincs is. Miért mondtam el ezt a történetet önöknek? Azért, mert ez tényleg egy folyamat sok esetben, és tényleg áldozatokat követel, és kitartást követel. De Isten mindig benne van. A Jóisten mindig benne van ebben a történetben, mert ugye én ezt tanultam, hogy a Szentlélek a motorja. A Szentlélek a legnagyobb munkálója az evangelizációnak. Ő mindig ott van. És ő mindig csodálatosan melléd áll, és olyan megtapasztalásaim voltak ebben, olyan mély megtapasztalások. Mikor én ebből a táborból hazajöttem, én tényleg azt gondoltam, én az életben többet egy tábort nem csinálok. Tehát ezt nekem nem tudja senki megfizetni, hogy ezt még egyszer velem megcsinálják. És eltelt egy nap, és kedden, ugye, fölhívott valaki engem, úgy hívták, Isten nyugasztalja, Bójer Pisti bácsi. A Bójer Pisti bácsi fölhívott engem, és azt mondta, hogy Tibike, csinálsz még táborokat? Hát szégyeltem, azt mondta neki, hogy nem csinálok soha többet, egyet se. Na, azt mondja, akkor gyere hozzám át. De kocsival gyere, és üres legyen a kocsid. Jó? Minden üres legyen. Hát, én átmentem. De ami ott várt engem, az arra nem voltam fölkészülve. Azt kell önöknek tudniuk, hogy ezek a táborok, mivel nincs saját táborunk, mi ezeket mindig béreljük, igazából csak egy nincs annyi pénzünk, hogy mindenkinek. Szóval, hogy sátorosak ezek a táborok, ezt akarom mondani. A gyerekek ilyen-olyan sátrakat hoznak, azok beáznak, ez mindig egy nehézkes dolog. A Bójer Pisti bácsi odahívott magához, és azt mondja, na nézd ide, Tibi, Németországból kaptunk egy segélyt. Ez egy adomány. És ebben az adományban olyan sátrak vannak, amelyeket egy cég, egy kiállításon kiállított, hát abban bementek emberek, megnézték, megtapogatták, a német már ezt nem adja el. Azt mondja, elküldték nekünk az összeset. De ilyen hatalmas, tiszta új sátrak, soha nem használva. És elküldtek annyi hálózsákot, hogy valami 30-at, hogy az autóba nem fért be. Tehát alig tudtam beletni az autóba. Tehát lett annyi sátrunk, és lett annyi hálózsákunk, mert gyerekek fáznak néha a sátorban, hogy alá is tudok tenni kettőt, és föléje is kettőt, úgyhogy senki nem fázik többet. És vannak olyan sátrak, hogy egy hétig esett az eső, akkor sem áznak be. Tetszik tudni, én akkor abban a pillanatban majdnem elsírtam magamat. Tehát, hogy a torkodat szorongatja, az Istennel találkozol, hogy miközben te azt mondod, hogy én meghaltam, te érted, de én többet ezt nem csinálom, a Jóisten odajön melléd, és azt mondja, hogy jól van, Tibike, jól van. Nézd csak, itt van még 10 sátor, meg 30 hálózsák, csinál tovább, ezt fontosnak tartom. De soha nem volt ilyen tapasztalatom. Tehát, ha elmész végig, az Isten is elmegy veled végig. Ha te sokat adsz, az Isten is úgy válaszol erre. Érdemes kitartani ebben a dologban. Végzetül van még egy dolog, amire nagyon szeretnék önöknek beszélni, ezzel a folyamattal kapcsolatban. Hogy mennyire nem lehet lemérni, hogy mennyire sikeres ez a dolog, ez a hirdetés. Sok esetben hirdeted, elmondod, beszélsz róla, mesélsz arról, hogy te hogyan élted meg. Próbálod így csomagolni, próbálod úgy csomagolni, így forgatni a dolgot, és mégis úgy tűnik, hogy lepattan az emberekről. Csak zárójelben mondom el, hogy nem mindenkit lehet evangelizálni. Az embereknek szabad akarata van. És hogyha ő úgy akarja, akkor az élete végéig ellenállhat. De ez nem jelenti azt, hogy én nem próbálom meg. Ez nem jelenti azt, hogy én nem próbálom kitartóan elvezetni őt. Hogy megtenni mindent, hogy tényleg minden lehető módon csomagolom, hát ha nem eszi meg, akkor hát ha megissza. Valahogy az üzenet eljusson hozzá. Még fiatal voltam, esküvőkre jártam, és most, hogy öregszem, egyre inkább temetésekre járok. És az utóbbi két temetés az valamit megváltoztatott benne. Mind a két esetben egyébként egy bácsit temettünk, egyikőjük sem volt különösebben vallásos. Viszont a második temetésnél ott a néni az nagyon vallásos volt. De nem csak, hogy vallásos volt, hanem valami nagyon tudatosan lelki gyakorlatokra járt, személyes ima élete volt.
és evangelizált. Ez a néni az egész családját megtérítette. Gyakorlatilag a gyermekei nagyon szép keresztény életet élnek. Az egész rokonságot elvezette Istenhez. A munkatársait is mind ismerem, mert mind templomba járó emberek lettek. Akit csak tudott, ez a néni elvezetett Istenhez. Egy embert nem tudott elvezetni. Ez az egy ember, ez a férje volt. Akárhányszor mondhatta a bácsinak, és akár hogy csomagolta, a bácsira mindig lepattant a dolog. És azt sem változtatott a helyzeten, hogy bácsi nagyon beteg lett. Tényleg volt, hogy azt gondoltuk, hogy ez a betegség ez elviszi őt. Tényleg a kórházi ágy sem tette őt nyitott. Kemény volt a bácsi, ellenállt ennek az üzenetnek. Így teltek, múltak az évek. Én egyébként erre a hölgyre nagyon fölnézek. Tehát olyan szelídséggel, szeretettel és kitartással valahogy mindig megtaláltam módot, hogy hogyan szólítsa meg az embereket, hogy hogyan vezesse őket Istenhez. De mondom, a bácsival nem egyszerűen nem boldogult. És ez a néni a temetés után elmesélt nekünk egy történetet. Azt mondja, az utolsó este bement a bácsihoz, külön szobában aludtak, külön tévét néztek, bácsi sokat cigizett. Bement hozzá, és azt látta, hogy a bácsi ott ül a szobában, a sötétben, tévén nem megy, és kérdezte tőle, hogy mi van, hát miért nem fekszel le? És a válasz az volt, hogy meg fogok halni. Hogy én a hónap reggelt nem érem meg. A bácsi nagyon világosan érezte, hogy az élete végével fog szembenézni. Persze a néni mondta, hogy de hogy is már ne beszélj butaságokat, feküdjél le, gyere, betakarlak. De a dolog valós volt, reggelre a bácsi meghalt. Azon gondolkoztam, kedves testvérek, hogy akkor ott, abban a csendben, abban a magányban, amikor ez a bácsi gyakorlatilag farkas szemet néz az élete végével, ott mi segíthetett neki? Mert hogy egész életében keménykedett, az rendben van. Egész életében ellene állt ennek az üzenetnek, de itt már nincs mit keménykedni. Mikor az ember világosan érzi már, hogy itt ez a vég, hogy itt szembe fogok nézni azzal, aki ítél élőket és holtakat. Ott már nincs. Egyedül egy szobában a sötétben, ott már nincs mit keménykedni. Mi segíthetett neki? És azt gondolom, hogy talán az, amit a néni elmondott, az segíthetett neki. Azon gondolkoztam, vajon eszébe jutott? Azt gondolom, hogy igen. Ismerve a nénit, szerintem ezerszer, hanem többször elmondták, és ezerféle formában. Ismerem az életüket, tudom, hogy hogyan segítette meg Isten az ő családjukat a nénin keresztül. Hányszor hallgatta meg az imádságát. Tehát láthatta a bácsi, hogy az Isten hogyan cselekszik az életükben. És azon gondolkoztam, vajon eszébe jutott-e az, amit a néni mondott Isten szeretetéről, arról, hogy hogyan szereti őt az Úr Jézus, hogy arról, hogy hogyan kész az Úr Jézus megbocsájtani neki, hogyha szívből, megbánva azt a rosszat, amit tett, hozzáfordul, hogy van mindenki számára esély, van megbocsájtás, van megváltás, van örök élet. És olyan jó volt azt mondani, hogy igen. De ugyanakkor jó volt, hát egyfelől azt látom, hogy a néni megmentette a bácsi életét. A néni megmentette a bácsi örök életét. Másfelől meg azt látom, hogy mennyire nem értelmetlen elmondani az evangéliumot, az üzenetet, ezeket a kis morzsákat, ezeket a kis történeteket, valamit, mindig egy kis impulzust adni, mindig mesélni erről, mert egyszer egy napon ez megmentheti egy ember életét. Lehet, hogy nekem úgy tűnik, hogy ez sikertelen, lehet, hogy úgy tűnik, hogy hiába való, lehet, hogy úgy tűnik, hogy az ember soha nem fog megnyílni, de gyakorlatilag megmentheti egy ember életét. Végezetül szeretném, hogy egy ismétléssel fejezzük be. Mit tanultunk ezen a mai napon? Az első dolog, amit megtanultunk, hogy az evangelizáció a legfontosabb. Ezért létezik az egyház. A második dolog az, hogy ebben mindenkinek a maga szintjén, a maga helyén valahol szerepe van. Valahol ki kell vegyük a részünket belőle. Valahol nekem kell elmondanom. Hiába várom, hogy más jöjjön. Nincs más. A harmadik dolog,
És ez legalább olyan fontos, mint az első kettő, hogy nincs más evangélium. Nincs más evangélium. Negyedik, az evangelizáció egy folyamat, amely igen, néha nehéz, néha fájdalmas, néha sikertelennek tűnik, de mégis szükséges és áldott, és az Isten mindig benne van. Az Isten mindig ott van ebben a folyamatban. Egy imádsággal szeretném befejezni. Drága Szentlélek Isten, téged kérlek, aki az evangelizációnak mozgatója vagy, és legfőbb cselekvője. Kérlek téged, hogy nyisd meg a szíveinket, szemeinket, hogy meglássuk környezetünkben ki az, akinek leginkább szüksége lenne az evangéliumra. Amen. Kedves testvérek, innen fogjuk folytatni a következő alkalommal. Áldott napot, sok kegyelmet kívánok mindenkinek, dicsértessék Jézus Krisztus!